Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kovács András, az Origo főmunkatársa. Szép jó reggelt! Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözöllek, András! Köszönöm, hogy szabadságot megszakítva ellátogattál hozzánk. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a heti televízió Pirkadat című műsora, reggeli politikai magazin műsorunk, és akkor nézzük. 5782 áfó elseje van, Rosh Chodesh, azaz a zsidó luach, a zsidó naptár szerint új holdat hirdetünk, és megkezdjük áfhavát. Míg a polgári időszámítás szerint 2022. július 29-e van, péntek. És ha már péntek, ne felejtsék, ha a világ zsidósága kétszer egymás után betartaná a szombati rendeleteket, akkor megjönne a messiás, és akkor nincsen keveredés, nincs betegség, nincsen euróárfolyam, meg semmiféle távfűtés és hasonló problémák, akkor elkezdjük a földi paradicsomot. Úgyhogy próbáljuk meg. Na most mindehhez nézzük, hogy mit mond a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Nemzeti Bank a középárfolyamokat tett közzé. Az euró középárfolyama 404.46, míg az amerikai dollár, ami teljesen érthető, hisz amerikai pont a feléhez jutottak a kadenciához, meg választások lesznek, 3.96.75. És Angliának sincsen még új miniszterelnöke, ez meglátszik a valutájukon is, az angol font 4.82.81. Most következik a sikítő mentőautó, amiben benne vannak azok az emberek, akiknek nem gondoskodtunk a folyadékháztartásukról. Higgyék el, túl kéne élni. A rohanó világban nem illik belehalni abba, hogy kiszáradunk. A várható időjárás 20 és 35 Celsius között fog mozogni. Tehát nem fedetlen fővel, sokat iszunk, de ne keverjék össze a sokat iszunk, nem alkoholra gondoltam, hanem folyadékra, alkoholmentes folyadékra. Ez nem jelenti azt, és ez nem a hirdetés helye. András, már is mondanád, hogy van, akinek a sör is jó arra, hogy feltöltse magát folyadékkal. Igen, természetesen igen, csak igen, hogyha megfelelő. Alkoholmentes. Igen? Megfelelő mennyiséggel azért egy sört meg lehet inni szerintem. Jó, egyet. Ma a Flórák és a Márták ünnepelnek, 87 évvel ezelőtt született, azt mondom, Montag Imre mi jut eszedbe? Jaj, most hirtelen... Magyar logopédus. Is, igaz. De neked biztos van tőle, illetve a tanítványaitól engedélyed, hogy bizony, beszélgethetsz kamerák előtt is. És akkor már is kezdjük Andrással. Andris, mit láttál a lapokba? Nagy újdonságot nem. Mindenik, mind a két újság, tehát Orbán Viktor a napi bécsi látogatásával foglalkozik, eltérő hangsúlyokkal értelemszerűen. Úgyhogy más amúgy nem nagyon van a két napi lapban. Nehéz ügy ilyen szempontból. Tényleg az az ember érzés, a két napi lapot lát, hogy teljesen más országban él mind a két újság. Gyakorlatilag semmilyen... Mint hogyha más világban lennek. Igen. Nem, mind a két labban egyezik a kormánynak a hirdetése. Az teljesen biztos, igen, ez így van. Valóban. Úgyhogy bár a mostani névszavában én nem látok ilyet, de... Tegnap volt. Tegnap volt akkor. Nem lehet minden nap. Mindjárt. A Metropol... Na. A címoldalon azt írja, hogy augusztus 20-án 350 forint lesz a csapor Szent István napja. Szent István napja számüzi a háborús inflációt. A 350 forint az sok vagy kevés? Egy hát az kevés szerint. Most. Az most egyértelműen kevés, hát ennél most drágább mindenféleképpen egy kóstos. Hát akkor ez egy ársapkás lesz. Igen, úgy tűnik, igen. Hát ünnep van, ünnepeljünk. Pontosan, ez így van. Úgyhogy... Hát meglátjuk, hogy hát sok függ attól, hogy milyen idő lesz, hogy augusztus 20-án, ezt egyelőre nem tudjuk, mert már volt, hogy eső volt és hideg, és akkor meglehetősen kevesen voltak amúgy is a rendezvényeken.
Az Izrael hajom egy izraeli reggeli nagy számba nyomtatott ingyenes lap arról ír, hogy már csak 97 nap van a választásokig. Aha. Az áram 8,5%-kal emelkedik, a kenyérára még mindig marad. A 45 fokos hőségben az Eilat-Beer-Sheva-i úton hatalmas baleset történt, és hasonló baleset történt a Sinai félszigeten is, ahonnét a balesetnek a sérültjeit helikopterekkel az izraeli és az egyiptomi légierő evakuálta izraeli kórházakba. Az internetes médián nagyon előkelő helyet foglal el, hogy végül is az izraeli diplomaták kaptak beutazási engedélyt Oroszország fővárosába, Moszkvába, hogy részt vegyenek azon a bírósági tárgyaláson, aminek tárgya a Jewish Agency működésének felfüggesztése és Oroszországból való kirúgása. Te láttad, hogy Magyarországon milyen munkát végeztek, amikor az orosz alia Magyarországon ment keresztül. Ma itt Budapesten a világ első izraeli kulturális intézetét működtetik, és mi nagyon jó kapcsolatokban vagyunk velük. Ez szerinted egy válasz arra, hogy Izrael nem viselkedik elég rendesen Moszkva kottája szerint? Ez jó kérdés. Azért ezt pontosabban kell látni, hogy itt a különféle felek hogy jutottak el idáig szerintem. Ezt azért mi nem tudjuk. A híreket látjuk ugye erről, de az, hogy a háttérben mi zajlik, és adott esetben Moszkva mondjuk így akar nyomást gyakorolni Izraelre, hogy mondjuk Szíriába fejezze be a légi csapásokat, fejezze be Ukrajna támogatását, mint hát ismeretes Ukrajnát, Izrael ugyanúgy, mint Magyarország, fegyvereket nem ad, hanem sisakokat adott, és mellényeket, golyóálló mellényeket, és tábori kórházat állított. Plusz azért volt, hát emlékszünk most, hát ez már viszonylag régebben történt ugye Zelenszkijnek a Knessetbe való megszólalásából, és elég nagy belpolitikai botrány lett Izraelben is. Ugye nálunk ez a felszólalás egyelőre elmaradt, gondolom nem is lesz a következő években ilyen a Magyarország gyűlésben, ezt azért én borítékolni merem. Úgyhogy hát, Magyarországról ugyanúgy, mint Izraelből rengeteg segély érkezik civileknek, mert jobb lenne ebből a háborúból kimaradni. Hát jobb lenne kimaradni, és legalább már befejezni ezt az egészet, mert láthatóan egyre mélyebbre és mélyebbre megyünk. Látjuk a gazdasági helyzetet Európában, nálunk. Látjuk Ukrajnában, mi a helyzet. Ugye keveset beszéltek róla az elmúlt napokban, hogy a Ukrajnának az egyik legnagyobb cége, ugye a gázszállítással foglalkozó Naftogáz, az gyakorlatilag csődöt jelentett. Ukrajnában gyakorlatilag a nyugati segélyek miatt nincsen még egy de jure államcsőd. De hát egyszer ez be fog következni, mert egyszer véget ér a háború, vagy és Ukrajna mégiscsak pénzügyileg, gazdaságilag teljesen szétzilálódott. Nem tudja, és igazából nincsen válasz arra, hogy ki fog ebből, ki fog itt a újjáépítésben részt venni, és hogy lesz ebből kiút. És természetesen az idáigi exportból befolyó összegek is most távol fognak maradni, mert nem képesek pontosan exportálni. Pontosan úgy, hogy nem egészen értem sok világhatalmi szereplőnek a mozgását, hogy miért nem tudják a feleket rávenni arra, hogy most már fejezzék be ezt az egészet. Hát persze én is tudom jól, hogy egyrészt érdekeltek abban, hogy ez a konfliktus folytatódjon, lehetőleg minél tovább. Hát ez a fegyver exportáló országoknak mindenféleképpen kedvező. Pont múltkor láttam egy térképet Európában, hogy kik exportálják mondjuk a GDP-hez mérten legtöbb fegyvert egész világban. És érdekes, hogy meglepődtem, hogy például Ausztria milyen előkelő helyen van, például a kézi fegyverek exportálásában. Ez gondolom az államnak egy nagyon komoly bevétel, hogyha már nagyiparban zajlik. Ugye a magyar hadiparról itt is sokszor elhangzott sok minden, de hát az mondjuk még jóval kisebb. Ausztria korábban ugye semleges volt. Hát most is az. Igen, na de raktárban voltak nekik fölösleges. Vagy gyártanak, úgy tudom, hogy gyártanak és exportálnak fegyvert a világ minden részében.
gondolom akkor ebben a konfliktusban is valahogy kerülnek oda fegyverek Ausztriából, mert ez mégis megéri az osztrák államnak valamilyen szinten. Tegnap vendégem volt egy ukrán szakértő, és azt próbáltam megtudni tőle, és teljes képet is kaptunk. Meglepetéssel néztem a hírtelevízióba, és ő ezt megerősítette, hogy jól láttam. Én nem feltételeztem, hogy idegen zsoldosok is harcolnak. Rengeteg. A világ legkülönbözőbb részéről. Rengeteget. Én úgy látom, hogy ez az egész zsoldosság egyfajta iparággá szerveződött. Ugye egy időben Szíriában voltak rengetegen. Emlékezzünk rá, hogy mikor Szíriában, most is még azért zajlik a polgárháború, csak jóval kisebb területen. Emlékezzünk rá, hogy mekkora viták voltak Franciaországtól kezdve egészen Romániáig, hogy a különféle Szíriába harcoló embereket beengedjék, visszaengedjék a országukba, elvegyék-e tőlük az állampolgárságot, induljon-e valamilyen eljárás ellenük, de egyáltalán milyen eljárás tud indulni, amikor nincsenek igazából szemtanúk, hogy mit csináltak. Na de ott. Ráadásul a zsoldos hadseregekre a Genfi egyezmények nem vonatkoznak. Igen. Nem vonatkoznak. Hát ennek az eredménye az, hogy ugye nem tudom, hogy a kivégzés végre hajtották-e azóta, én két brit katonára, zsoldosra emlékszem, akit halálra ítéltek. Akiket elfogtak a orosz erők, és akkor a Donetszki Népköztársaság bírósága ítélte őket halálra. Azt nem tudom, hogy ezt az ítéletet azóta végrehajtották-e vagy nem, de úgy hallom, hogy zajlanak még mondjuk tárgyalások. Pont tegnap olvastam Oroszország és az Egyesült Államok között, hogy az Egyesült Államok az elfogott zsoldosokat szeretné, hogy Oroszország kiadja nekik. Kérdés, hogy az orosz fél erre mit lép? Meglátjuk, hogy itt jutnak a felek bármire, de hát legalább ez is egy előremutató dolog, hogy itt legalább megindulnának a tárgyalások, aztán afelé mutatna, hogy a konfliktus is valamilyen, ha nem is lezárni, de legalább jó lenne visszatérni a február 24-ig előtti úgymond befagyott háborús konfliktusok. Ja, végülis akkor is háború volt február 24-ig előtt is. Egy ilyen tűzszünetszerű. Hát de folyamatosan lőttek a fronton. Csak ugye a front most már eltolódott jóval nyugatabbra. Na de Oroszország nem lejtette véka alá, és a terveit bemutatta, hogy mit szeretnének elérni, és az majdnem egész Ukrajnának a zárt. Én óvatos lennék ezekkel a kiszivágott térképekkel. Főleg azért én ezt teljes mértékben egy dezinformációs akciónak tartom. Arra jó, hogy tovább növelje a feszültséget a térségben. Ugye láttuk, hogy Magyarországnak például Kárpátalját idézőben ítélték oda teljesen minden. Csak mi nem tudunk róla. Igen, igen, igen. Ezerszer elmondta a jelenlegi külügyi vezetés, a miniszterelnök is, hogy nincsen semmilyen területi ambíciók Ukrajnával szemben. Aláírtunk ugye egy ukrán-magyar alapszerződést, emlékeztessük el a nézőket 1993-ban emlékeim szerint. Azt az ukrán-magyar alapszerződést az összes eddigi magyar kormány elismerte, amiben részt vett az összes jelenlegi parlamentben ülő pártok egy része, ugye már volt kormányom, úgyhogy ezt mindenki elismeri. Korábbi miniszterelnök ismerjük, nem hiszem, hogy ez bárki fölkívánja rúgni ezt az ukrán-magyar alapszerződést. Ráadásul ez olyan mértékű feszültséget okozna a térségben, amiben Magyarország semmiképpen nem érdekelt. És akkor egy pillanatra ugorjunk vissza egy kicsit a belpolitikába. Tegnap vendégem volt a költségvetési tanács elnöke, Kovács Árpád. És ő azt mondta egyszerűen és érthetően, hogy köszöni a költségvetés, jól van. Azt is kérdeztem, hisz az ellenzéki pártok képviselői nem értik, hogy miért volt ez olyan sürgős a jövő évi költségvetést lefektetni és elfogadni, és azt mondta, hogy főleg az ilyen helyzetben tudni kell, hogy hogyan álljunk, és a puskaport száraz helyen kell tartani, ez volt az utolsó mondat, amit mondott, tehát oda kell figyelni, lehet rajta módosítani, és nagyon sok mindenre félre kell tenni, hisz a jelenlegi helyzetben a helyzet, ugye, ahogy szokták mondani, fokozódik. Költségvetés többet akkor fogunk megtudni, amikor megismerjük például a júliusi hiányadatokat. Fontos megemlíteni, hogy már a 2022. júniusban is egy évtizedek óta nem látott alacsony hiány produkált a költségvetés, hogyha már ez a pálya, akkor az idei év az teljes mértékben tartható. Ráadásul ne felejtsük el azt, hogy
hogy hamarosan jönnek a gazdasági növekedési adatok, és valószínűleg még a második, magyar gazdaság második negyedéve is nagyon jól sikerült az előzetes várakozások szerint, ez szintén javítja a költségvetés helyzetét. És szerencsére egyelőre, bár Egyesült Államokban már recesszió van, egyelőre a magyar gazdaságban nem érkeztek olyan hírek, ami arra utalna, hogy mi belecsúsztánk egy nagyon mély válságba. Hát az teljesen természetes, hogy például az első negyedében látható 8%-os gazdasági növekedés nem lesz, de hát sehol a világon nem lesz ilyen. Andis, ennyi időnk volt erre, és akkor most következik a mai nap nagy interjúja, amikor is Kovács András és jó magam meginterjúvoljuk Jakab Istvánt, a Magyarországgyűlés alelnökét, a Magosz elnökét. Tartsanak velünk, érdekes interjú következik.